Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja. Menkő Tibor honvédelmi miniszter javaslatára Áder János június 1-jével felmentette Koron Ferencet, a Magyar Honvédség parancsnokát, indoklás nincs. Később a minisztérium azt kommunikálta, hogy a parancsnok maga kérte ezt a lépést. Ma már azt is tudjuk, hogy a parancsnok után a Magyar Honvédség főparancsnok helyettese is távozik posztjáról. A témában Harangozó Tamást, a Honvédelmi és Rendészeti Bizottság szocialista tagját kérdezzük. Akinek jó reggelt kívánok, és engedje meg, hogy mielőtt beszélgetünk, elnézést kérjek, mert én fejben már önnel voltam, amikor hajnal Miklós letamásoztam, úgyhogy tőle elnézést kérek. Feltamásoztam, jó reggelt. Igen, eltamásoztam. Jó reggelt kívánok. No, hát mi az oka ennek a nagy helycserének ön szerint? Hát a legadekváltabb választ erre nyilván Korom vezérezetes úr tudná adni, és van egy olyan csanda gyanúm, hogy ha nem is hónapok, de évek múlva talán meg is fogja tenni. Nézett, nyilván teljes titkolózással, mellébeszélés, meg a hivatalos... Hát ha nem teszi meg, előbb-utóbb ez ki szokott szivárogni azért, nem? Tehát, hogy ön azért mégis ott ül a tűz közelben, tipje csak van? Szivárgások, természetesen ötletelések vannak, ezt akartam befejezni a mondatomban, hogy ami a hivatalos kommunikációban van, az nem, hogy nem győzött meg engem, hanem nem hiszem el, nem mondom, hogy miért nem. Itt papíron ugye megy a Dics propaganda, és Zrínyi 20-24 néven állítólag van egy terv, amit továbbra is állítok én is, hogy még sosem láttunk, mint Honvédelmi és Rendészeti Bizottsági tag annak részleteiben, de erre hivatkozva szereznek be, és valóban szereznek be, és valóban nagy tételben különböző eszközöket a honvédségnél. Tehát talán nem véletlen, hogyha ezt 2024-nek hívják, mármint nyilván 2024-nek, és a Korom tábornok úrnak a határozott idejű kinevezése 23. május 15-ig tartott, akkor valaminek nagyon történnie kellett, ha ennek a kellős közepén föláll a Magyar Honvédség főparancsnok a helyettese, és akkor annyit megint ilyen iparági pletykaként hadd mondjak, hogy valószínűleg még ott a vezetői körben mások is. Gyakorlatilag innen úgy néz ki, hogy egy teljes lefejezése van a Magyar Honvédségnek, és hogy ez most, hogy őszinte legyek, hogy ez most azért van, mert egyszerűen a vezetői kör azt mondta, hogy köszönöm szépen, ebből elég volt, és kérte a felmentését, vagy a miniszter, vagy a miniszterelnök egyszer csak úgy döntött, hogy lefejezi a honvédséget. Megvan őszintén ennek ebben a szempontból teljesen mindegy, valami nagyon nem stimmel. A szivárgások nyilván sokat utalnak arra a tényre, hogy itt mintegy 3000 milliárd forintnyi beszerzést menedzsel le a... Hát ez az, hogy pont, hogy nem a honvédség, tehát hogy ennyi pénzt költenek el különböző katonai beszerzésekre, miközben az elmúlt években a világ szégyenére a katonai honvédségi beszerzéseket elvették a honvédségtől és a honvédelmi minisztériumtól. Nem tudom ezzel mennyire vannak tisztában, de ez így szokásos magyar unortodox, úgynevezett unortodox megoldás, hogy nem a katonák vagy a honvédelmi minisztérium dönt arról végül, hogy mit vesz, mennyiért és honnan, hanem a Palkovics féle, egyébként a Fudán Egyetemtől a nem tudom még mindehhez is értő ITM, illetve van egy Maród Gáspár nevű miniszterelnöki megbízott, ez is szerintem sokat elmond, és ők járják a világot és bizniszelnek a magyar honvédség beszerzései tekintetében. Ez egymagában is felháborító szerintem, de én mindig elmondom, mert nem véletlenül abban a bizottságban ülök, én elkötelezett támogatója vagyok a honvédségnek is, és természetesen a rendvédelmi hivatásos állománynak is, hogy azért mégiscsak annyi pénzt költenek el, ami évtizedekre meghatározza, hogy a magyar honvédség hogy fog kinézni és mivel fog főzni, úgymond, hogy nem lehetne már végre egy olyan országban élni, ahol ezt tényleg a szakma kitalálja, transzparensen beszerzik, mindenki örül neki és még használni is lehet. Muszáj megint úgy intézni ezeket a dolgokat, hogy utána
nem tudom, érti, hogy veszünk valamit Törökországból, a másikat Németországból, a harmadikat Amerikában, a négyiket Norvégiából, azért ezt szerintem józan paraszt észre beláthatóan nem tűnik a legokosabb dolognak. Mindjárt hagyom, hogy arról is beszéljen, hogy ön egyébként belelát-e azokba a papírokba, amikbe például legutóbb mondjuk Vadai Ágnessel beszéltünk arról, hogy ő hiába kéri, de nem látja ezeket a költéseket, vagy hogy mit, mire, hogy mint. De egy fél mondattal azért utaljunk arra vissza előtte, hogy azt említette, hogy nem ő az utolsó név, tehát további váltások várhatóak ön szerint? Én szerintem majdnem biztos, igen. És ahogy a parancsnok helyettes, tehát hogy ugye az egészet úgy adták elő, hogy korom vezér, ezredes úr kérte a felmentését, mint derültékből a villámcsapás. Azt mindjárt néhány napon kiderül, amit belül már be is, tehát a meghallgatáson, a bizottságülésen be is ismerték, hogy a helyettese is feláll, mi ezt már szintén napok óta tudtuk. És azt is megmondta az újonnan kinevezendő parancsnok, hogy ő maga igen szeretné kialakítani a saját úgymond munkakörnyezetét olyan emberekkel, akikkel ő együtt kíván dolgozni. Tehát ebből azért nem olyan nehéz levonni azt a következtetés, hogy további ilyen lépések vannak, de nyilván, ahogy mondtam, lehet ezt hallani is, nem hivatalosan. Ez az egyik fele, csak az előző mondatot befejezve, a beszerzések körüli anomáliákra, ez az egyik úgynevezett szivároktatás, vagy pletyka, vagy hívjuk bárminek, hogy igaziból e körül történtek most már olyan dolgok, amik ezt a változást hozták. Én legalábbis olyan stratégiai, vagy akár csak taktikai változást a Honvédelmi Minisztérium részéről, amihez új személy kell, nem látok. Ha megengedés van ideje, szeretném, hogyha folytatnánk a beszélgetést a 8 órás hírek után. Ránk kérnék pár percre, és akkor most hírek, és akkor folytatjuk. Köszönöm. Köszönöm. Aktuál. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Vogyarák Anikó. És 8 óra 7 perc van, köszöntök mindenkit. A következő egy óra is nagyon izgalmas lesz. Beszélünk majd arról, hogy lelki segélyközpontot indított Ferencváros azért, hogy ne csak azok kapjanak lelki segélyt a COVID-helyzet miatt, akiknek mondjuk pénzük van drága pszichológusra, hanem mások is. Erről is beszélünk. Aztán arról is, hogy milyen lesz az idei fesztivál szezon. Ugye Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár pont itt az Aktuál, a Spirit FM Aktuál című műsorában mondta azt, hogy hát baj lesz, hogyha itt beindulnak majd a fesztiválok, ahol alkoholt lehet fogyasztani, úgyhogy majd kitárgyaljuk ezt is Horváth Máté koncertszervezővel, hogy mit lehet tenni, hogy ne legyen baj. Beszélünk majd arról, hogy megvan az idei Friss Hús rövidfilmfesztivál összes díjazottja, és szó lesz majd arról is, hogy milyen fogyasztási szokásaink voltak. A Netpincér készített egy izgalmas felmérést, például képzeljék, volt olyan rendelés, hogy 160 ezer forintért rendelt valaki egy összegben, hogy mit, majd ezt is megtudjuk. De mindenek előtt itt van velünk telefonon Harangozó Tamás, a Honvédelmi és Rendészeti Bizottság szociális tagja. Jó reggelt kívánok még! Jó reggelt! Akivel ott folytatjuk, ahol abba hagytuk, és nagyon aktuálisak vagyunk, mert mindeközben egyébként ki is nevezte Ádár János köztársasági elnök Ruszin Szendi Romulus vezérőrnagyot a Magyar Honvédség parancsnokává. Szóval miért lehet az, hogy egy ilyen mértékű beszerzés közben, amiről beszélünk, és tegyük félre, hogy most az kihez tartozik, és kihez nem, de hát mégis gyakorlatilag azt látjuk, pláne mondjuk a jövő évi költségvetésből is, hogy ömlik a pénz a Magyar Honvédséghez, és mindeközben van egy csere. Ez furcsa számunkra. Igen, abszolút itt hagytuk abban, hogy ennél többet én sem tudok mondani, de hogy ez nem magyarázza a Honvédelmi Minisztérium közleménye, ami azt állítaná nekünk, kedves választópolgároknak, hogy itt minden rendben van, csak a jellegi parancsnok úgy érezte most itt május végén hirtelen, hogy minden feladatát elvégezte, és akkor ő gyakorlatilag tessék megérteni, ez tényleg a szakma csúcsa, emberileg, szakmailag, ennél nagyobb megtiszteltetés katonát nem érhet, hogy vezérezredesként a Magyar Honvédség főparancsnoka lehessen. Tehát hadd mondjam azt, hogy én nem hiszem el, hogy valaki azt mondja, hogy hopp, nincs semmi indok, nincs semmi körülmény, nincs semmi változás, akkor köszönöm szépen holnap reggeltől, én ezt nem csinálnám, mert elvégeztem minden feladatomat. Ennyit tudok önnek mondani, hogy én ezt nem hiszem el pont, és hogy pontosan mi történt, tartok tőle, hogy akkor fog majd kiderülni, ha a jövőre változás tud bekövetkezni az
az ország életében, és az ember jobban belelát a dolgokba. És ezt is érintette az előbbi kérdésével, hogy belelátunk-e. Hát a Vadai Ágnes valóban heroikus küzdelmet folytat a Benkő miniszterrel, hogy az alapvető alkotmányos jogait gyakorolhassa, és ellenzéki, vagy egy, nem is ellenzéki, országgyűlési képviselőként, ami a dolgunk és jogunk, hogy a kormány különböző döntéseibe belenézhessünk és ellenőrizhessük, hogy ezt megtehesse. Magyarázhat itt bárki bármit, évek óta nem történt meg az a pillanat, hogy ő bemehessen a minisztériumba egy konkrét időpontra, és elérakják ezeket a szerződéseket, egyet is akár. Nekem egy nagyobb szerencsém volt, én tavaly egyszer ezt meg tudtam tenni, csak mondom, fél éves küzdelem árán és nyilvános cirkuszolás árán, akkor, bocsánat, de lehet, hogy már másfél éve volt, én akkor a honvédségének titulált repülőgép beszerzések tekintetében szerettem volna annak utána járni, hogy a gyanunk igaz-e, hogy ezek a gépek gyakorlatilag kormánygépként, vagy hát néhány esetben gyanú fölmerült, hogy akár szinte magángépként üzemelnek, ezért én kértem, hogy az összes repülési jegyzőkönyvet meg kívánom nézni ezeknél a gépeknél, és miután ezt is titkosították önöknek, túl sok konkrétumot nem árulhatok, de az igen, hogy nagyon nyugodtan, nagy nyilvánosság előtt állítani, hogy ezeknek a gépeknek a funkciója tekintetében a döntő többségét a magyar kormány valamely tagja, Orbán Viktor, Szijjártó Péter, vagy más miniszter, vagy közjogi méltóság gala fedélzetén töltögeti. Tehát az a kikérjük magunknak, hogy kormánygépet vettünk itt milliárdokért, ez egyszerűen az állítás természetesen egy orbitális hazugság volt. Ezek a gépek, mind az utasszállítók, mind ezek a kis magánbiznisz jetek gyakorlatilag melegített motorral felváltva hurcibálják a kormánytagokat és a kabinetjüket szerte a világba. Amint erről van fotója vagy videója, kérem, hogy mondja nálunk. Innen fogjuk folytatni legközelebb. Harangozó Tamás, a Honvédelmi és Rendészeti Bizottság szocialista tagja. Köszönöm szépen. Köszönöm a lehetőséget. Szép napot.